reggelt kívánok, kedves nézőink! Ma is folytatódik a csapadékos időjárás, többfelé lehet havazás, havas eső az eső mellett. A délutáni órákban a Dunántúlon szűnik majd meg a csapadék, ott kissé fel is szakadozhat a felhőzet, a csapadék zóna pedig egyre inkább keletre, észak-keletre helyeződik. Főleg az északi tájakon várható további havazás, havas eső, a délebre eső részeken eső ígérkezik, hiszen például délkeleten a legmagasabb hőmérséklet 5 fok felett is alakulhat, máshol általában mínusz 1 és plusz 5 fok közötti csúcshőmérséklet ígérkezik. Pénteken az eddigieknél szárazabb, de hidegebb levegő érkezik, a hétvégén viszont újra nedves levegő alakítja időjárásunkat, többfelé lesz havazás, tovább csökken a hőmérséklet, és bár a jövő hét elején csökken a felhőzet is, ezzel együtt nem lesz melegebb, a legmagasabb hőmérséklet mindössze mínusz 1, mínusz 2 fok körül is alakulhat helyenként az országban. Szép, kellemes napot kívánok mindenkinek, közlekedjenek óvatosan, viszontlátásra!